elítélte az országgyűlés a Hamas Izrael elleni terror támadását. A képviselők politikai nyilatkozatot fogadtak el, amelyben együttérzésüket fejezték ki az áldozatokkal, valamint felhívja a figyelmet, hogy az európai biztonságra veszélyt jelentenek az ellenőrzés nélküli, nagyszámban beengedett tömegek, akik között a Hamász és a terrorszervezetek megbízottjai lehetnek. Magyarország ezért fizikai és jogi határzárral védi határait az illegális bevándorlással szemben. A határozatot 168 igen, két nem szavazattal és négy tartózkodás mellett hagyták jóvá. A határozat ellen ketten szavaztak, hatházi Ákos független képviselő és Novák előtt a mi hazán képviselője. A dokumentum leszögezi, hogy Magyarország elítéli a terroristákat, az áldozatok oldalánál, valamint elismeri Izrael jogát az önvédelemre. A határozathozatalnál jelen volt Jákov Hadasz Handelsmann, Izrael magyarországi nagykövete. Ez történt tehát tegnap, hogy mi erről a véleménye Csárdi Antalnak, az LNP frakció vezető helyettesének, mindjárt meg tudjuk, jó reggelt kívánok. jó reggelt kívánok. Meginkább arról, hogy nem egyhangulag fogadta el a parlament ezt a döntést, ugye négy tartózkodás és két ö, ellenszavazat is volt az egyik többek között, ugye a Hatházi Ákostól. Hát ugye a, a tartózkodó és nem elszavazó szavazó képviselők, ugye mi hazánk képviselői voltak, is, most a Hatházi Ákos, ez egy másik történet. Hatházi Ákos az én legjobb tudomásom szerint tegnap reggel egy Facebook-posztban elmagyarázta, hogy miért fog egyébként nem szavazni ezen a szavazáson. Nem utolsó sorban, ha jól tudom, írt is egy levelet annak érdekében, hogy ez mindenki számára teljesen egyértelmű legyen. Tehát az izrael nagykövet is kapott egy levelet, hogy, hogy ne legyen félreértés ebből, tehát hogy ez nem egy értékrendi döntés volt a háborús konfliktussal összefüggésben. Tehát nem kevesebbnek, nem többnek tartja inkább, mint amit kellett volna szerintem megfogalmazni, mert az alap elítéléssel egyetért, de hogy belekevernek más egyéb dolgokat is ebbe a határozatba, az nem tetszett neki annyira, jól értem. Igen, 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 de én azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan kérdés, és mi a, a frakción belül azért is egyhangulan szavaztunk a házhoz hasonlóan, mert igenis el kell ítélni, minden olyan terrorcselekményt, aminek vannak áldozatai, tehát ma, ugye általában a terrorcselekményeknek vannak áldozatai, tehát a terrort el kell ítélni, és azt gondolom, hogy ebben nincsen semmilyen más szempont, amit figyelembe kell venni. Jó, e, akkor ettől függetlenül ugye nyilván a háborús eszélyezett Magyarország nem az izraeli események, hanem az orosz ukrán háború miatt vannak. Ennek a meghosszabbítása májusig ön szerint mennyire indokolt, amit szintén tegnap meg. Nem csak a meghosszabbítása nem indokolt, hanem egyáltalán a léte sem indokolt. Nem véletlen van az, hogy Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, talán a világon, ahol háborús vészhelyzetet hirdettek az orosz-ukrán konfliktussal összefüggésben, gyakorlatilag egyértelműen és bizonyíthatóan ki lehet mondani, hogy visszaélésszerű joggyakorlásnak az eszköze és technikája ez a háborús vészhelyzet és minden, ami ezzel összefügg. Mit gondol, egy kicsit a főváros ügyeire térjünk át, mert egy elég fontos javaslat került itt szóba a minap Fodor Gábor által, ami hát nem feltétlenül látok én összefüggést, majd ön elmondja, mit gondol erről, hogy ez mennyire a Fidesz érdekét szolgál a változtatás, ami listás szavazás visszaállítását kezdeményezni a fővárosban. Mennyiben változtatna ez a fővárosi közgyűlésben az arányokon, és egyáltalán mit jelent ez technikai, röviden összetudja tudja foglalni, nézzük meg az én kedvemért, aki kevésbé vagyunk tájékozottak a témában. Ugye mielőtt 2011-ben hozzányúlt a választási törvényhez, vagy 2014 14 ben az önkormányzati választási törvényhez a, a Fidesz, azelőtt is listás uh, választás volt. Alapértelmezetten én szeretem a listás választást, mert ar rendkívül arányos uh, a politikai szereplők között együttműködést uh, uh, generál és kvázi kényszerít rá, és azt gondolom, hogy az együttműködés a politika alapja. Nem véletlenül ellenezték is annak idején a kivezetését. Így van, így van. Az, hogy, hogy most uh, ez fölmerült, és ez egy személyes vélemény, azt gondolom, hogy azt jelzi előre, hogy a, a Fidesz be fogja hozni az ilyen tartalmú módosítását, ez egy feltételezés, viszont ha, ha és amennyiben behozza, akkor azt még ebben az évben meg kell tennie, hiszen a önkormányzati választások jövő-nyári megtartása okán, hát mondjuk úgy, hogy sürgőti őket az idő. Miért és miben segíteni esetlegesen a Fideszes képviselőjelöltek bejutását így a fővárosi közgyűlésbe, vagy? mitől kedvezőbb ez nekik? Én, én azt gondolom, hogy, hogy, és ugye nehéz erre válaszolni, mert én nem vagyok fideszes, a és, és, egyáltalán vagy nem, nem vagyok ö, olyan társaságnak tagja, ahol, ahol, ők egyetem megjelennek, de hogy, a, hogy, én azt feltételezem, hogy az lehet a mögöttes gondolat vagy szándék, hogy a, a egymással való rivalizálást kiélesítsék, hiszen hogyha ha különböző ö, pártok, még akkor is, hogyha az együttműködésre és együttműködésben képzelik el a város vezetését, külön-külön versenyeznek, akkor az belső konfliktusokat az ellenzéki pártokon belül generálni, így van. Ezek szerint akkor ön ezt eléggé közeli aktualitásnak tartja az idő rövidsége miatt, tehát hogy idén, idén még ennek meg kell történnie, valószínűsítő, hogy ez meg is fog történni? Tehát én én nem azt nem gondolom, hogy Fodor Gábor nem szokott a levegőbe beszélni, és azért... Bár ő nem fideszes politikus, de az ő érdekeket szolgálja, ez a javaslat, Ön azt mondja? Én azt gondolom, hogy nem véletlen feltételezzük azt, hogy Fodor Gábornak lehet általában az ellenzéknél pontosabb információja, és én nem csodálkoznék azon, hogyha ez a javaslat egy-másfél hónapon belül a parlament asztalán lenne. Akkor szűkítsük még kicsit a kört a fővároson belül is a Belvárosra, mert hogy ott megjelent egy hír, miszerint Kerper Fortunyos Gábort indítja a Belvárosban a Momentum. Támogatja ezt az LMP, és ön személy szerint is kérdezem, mit gondol erről? Engem meglepett uh, uh, Gábornak a megjelenése Belvárosban. Nem számítottam rá, és nem láttam. Uh, ennek semmilyen előzményét, vagy semmilyen jelet, ami erre utalhatott volna. Ugyanakkor a, a lmp Magyarország zöld pártja még nem hozott erről ö, döntést, tehát hogy nem tudok ö, arról semmilyen módon nyilatkozni, hogy az LMP támogatja-e Keper Frunius Azt gondolom, hogy olyan jelöltekre van szükség, akik mélyen be vannak ágyazva azon a területen, ahol el akarnak indulni, meg kell vizsgálni, hogy melyik jelölt, és hogy jelen pillanatban a kettőt ismerünk, de nem tudjuk, hogy lesz-e még, hogy melyik jelölt tudja a legnagyobb eséllyel megnyerni az önkormányzati választást. Még egy fontos tegnapi eseményről kell, hogy kérdezzem a véleményét, bár Ungár Péter már állásfoglalt ezügyben az, az LNP frakció vezetőjeként. Donát Anna a tegnapi kirohanásáról a DK-val szemben, mi az ön személyes véleménye? Az én személyes véleményem az, hogy ezek hát gyakorlatilag a politikai bulvárnak a részeként tekintek erre az írásra, mert érdemes megnézni, hogy ez egy könnyen fogyasztható érzelmeket, vagy érzelmi húrokat pengető. Dolog, de szerintem sokkal érdemesebb, vagy sokkal fontosabb, hogy nézzünk mögé, hogy egyébként túl azon, hogy ilyen uh, publicisztikákat ír a Momentumnak az egyik meghatározó politikusa, mit csinál adott esetben a Momentum, az LMP, vagy, vagy a Demokratikus, teljesen mindegy. És, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos tegnapi döntéssel kapcsolatban hadd uh, mutassam be, hogy mire gondolok. Tegnap szavaztunk arról, hogy fenntartjuk-e uh, Magyarországi GMO mentességet, tehát a génmódosított termékeknek a tilalmát, és ezzel kapcsolatban nagyon érdekes volt, mert eddig ez egy nemzeti konszenzus volt. Teljesen mindegy volt, hogy zöld vagyok, liberális vagyok, jobboldali vagyok, mindenki egyöntetően azt képviselte, hogy Magyarország GMO mentességét meg kell őrizni. A tegnapi szavazáson viszont azt történt, hogy a Momentum, szavazó képviselőinek a többsége az elutasította ezt a javaslatot. A és a és, és, ami, és ami, ami számomra sokkal uh, me, nagyobb meglepetés volt, hogy a Jobbik szavazó képviselői is egy, egy, egyaránt elutasították ezt a szavazatot. És szeretném elmondani a kedves nézőknek, és önnek is szerkesztő úgy, hogy ez egy nagyon nagy probléma. Jelen pillanatban uh, az a javaslat, amit a Európai Unió részéről megpróbálnak felazítani, tehát megpróbálják felazítani a GMO mentességet, kivenni a nemzetállamok kezéből az erről való döntést, az olyan veszélyeket rejt, amennyiben ez a rendelet vagy törvény az Európai Unióban életbe lépne, akkor Magyarországot elárasztaná a gémmódosított termékek, vetőmagoknak a többsége, és ma nem tudjuk nem tudjuk, hogy hosszú távon milyen káros hatásai vannak az emberi szervezetre. Ez válasz lett az ukrán gondozőnpigra is egyébként? Nem Én. gondolom, hogy ez összefüggésben van. Ez egy hosszabb téma egyébként, de jó lenne Én, el, tehát, el, tehát, el, hogy Tehát az az azt látjuk, veszélyek. hogy a, a, a lobby érdekek uh, mozgatják ezt. Nem véletlen van az, hogy egyébként a Momentum a európai pár kiderült, hogy hát mondjuk úgy, hogy... Fi, uh, finanszírozza az a Monsanto, aki egyébként a gémmódosított termékeknek az egyik piacvezetője. Sádi Antal, köszönöm Szerintem. szépen, hogy és elmondta mindezt.